őket, és porigrombolták a várost, porig rombolták a templomot, és ott ugye akik visszaérkeznek, azok ott romokat találnak. De olyan, jó, olyan jók ezek a könyvek, mert abba bátorítanak minket, hogy mindegy, hogy hogyan látjuk épp az életünket, vagy ami így körülöttünk van, Isten egy olyan Isten, aki arra bátorít, hogy menjünk és építsünk. Építsük tovább az imádatnak a helyét, mert ő azt megáldja. És lehet, hogy vannak itt a teremben is olyanok közöttünk, akik épp, akiknek épp romokba hever az élete valami miatt. Vagy rossz döntések miatt, vagy nem biztos, hogy ez miatt, de lehet, hogy olyan nehéz időszakon mentél keresztül, hogy úgy megviselt, hogy darabokra tört. Lehet, hogy elvesztettél valakit, és, és ott állsz most, és úgy érzed, hogy darabokban van az életem. Olyan jó ezeket a könyveket olvasni. Mert azt látjuk benne, hogy Isten meg bátorít, hogy építs. Építs, és ennek az újnak nagyobb lesz a dicsősége, mint a réginek. Ez engem annyira bátorít. Nem hiába hallgatjuk ezt itt. Olyan, olyan bátorítás ez a, ez a három könyv, hogy, hogy ne adjuk föl a munkát. Mert eredménye lesz, mert Isten megígérte. Az ember sokszor elcsigázódik, nem tudom, hogy van-e ilyen szó. Van? Akkor jó. Beletaláltam véletlenül. És, 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 úgy érzi, hogy ebből soha nem lesz semmi. Hogy mikor lesz, emlékszem régen milyen volt, mikor lesz ez még egyszer ilyen. És Isten ezekben a könyvekbe azt tanítja nekünk, hogy menj tovább, ne add föl, mert az új dicsőségesebb lesz. Olyan jó, ezt, olyan jó ezt olvasni, hogy ő az, aki, aki épít egy erős dolgot. Ő az, aki épít egy biztonságos dolgot az életünkbe. És, és én én hozzám szólt, szóltak ezek a könyvek más oldalról is, és lehet, hogy neked is fognak, hogy ne féljetek lerombolni az életetekbe isten szer, nem Isten szerinti. Dolgokat. Ne féljetek kidobni olyan dolgokat, amik, amik, nem, amik nem kedvesek Istennek. Kapcsolatot, szokásokat, ne féljetek ezt elengedni, mert Isten azért csinálja, hogy egy újat építsen, hogy olyat építsen, ami neki kedves. Csak néha kötődünk ezekhez a kapcsolatokhoz, dolgokhoz, szokásokhoz, tudjuk, hogy nem jó, de így kötődünk hozzá. Ne féljetek kidobni. Mert Isten valami jobbat akar. És néha tényleg az életben is azt látod, hogy ahhoz, hogy valami újat építs, ami hasznos, ahhoz a régit le kell rombolni, nem? És ez valahogy néha igaz így a lelkiekbe is. Úgyhogy mielőtt belekezdünk ebbe az új könyvbe, az Zakariás könyvébe, imádkozom egyet, jó? Atyám, köszönök neked mindenkit, aki így együtt van itt velünk, akár az interneten hallgat minket, akár, akár itt van a teremben. Köszönöm, hogy, hogy, te itt vagy velünk, és hogy tanítani akarsz nekünk. Azért imádkozom, Istenem, hogy, hogy az igéd az formáljon át minket ma este is, Uram, mi azért jöttünk ide, mert hisszük azt, hogy, hogy a Te igéd az hasznos. Hasznos arra, hogy megfedjen minket, hasznos arra, hogy megjobbítson, és hasznos arra, hogy tökéletessé tegyen, hogy tökéletesebbé tegyen, Uram. És azért jöttünk ide, Atyám, és ha valakinek más az indulata, akkor kérlek, hogy munkálkodj a szívébe, hogy, hogy ezért üljön itt, mert hallani akar tőled, mert találkozni akar veled. Istenem, imádkozunk azért, hogy, hogy áld meg így az esténket, és szólj hozzánk az igéden keresztül, és így változtassa meg az életünket ez a mai este, valamilyen szinten, formában. Jézus nevében. Amen. Ámen. Szóval, hogyha van, van, bibliátok, akkor már oda is lapozhatok Zakariás könyvéhez, és tudjátok, hogy ezeken az estéken nem az a tervünk, hogy nagyon mélyen belemenjünk az igébe, és szóról szóra szétszedjük Ezeket a profétai könyveket. Egyébként, ha ezt tennénk, akkor talán évekig tanítanánk egy-egy ilyen könyvet. Nagyon komolyan mondom, mert annyiféle nézőpont van, annyiféle vélekedés, és sok profétai képben még a, a mostani keresztények is vitatkoznak. Valaki így látja, valaki úgy látja. És ezért mi úgy döntöttünk, hogy ahogy megyünk át ezeken a, ezeken a könyveken, áttekintjük őket, és azt fogjuk keresni, hogy mi az, amit Isten szól a gyülekezetnek most éppen a mai helyzetünkben ezekből a könyvekből. Szóval miközben esetleg kinyitjátok, vagy oda kattintotok, szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy ebben az időszakban, ugye amiben itt járunk, ahol ez a könyv íródik, Izrael egy, egy maroknyi csapata, mindig azt mondom, hogy egy maroknyi csapata, pedig többen voltak, mint Esztergom teljes lakósága, tehát 50 ezeren jöttek vissza Babilonból, teljesen, teljesen felvillanyozva az úr munkája Iránt, tehát jönnek vissza 70 év után Babilonból, a fogságból. Vannak, képzeljük el ezt úgy, hogy vannak köztük olyanok, akik, akik, akiket elhurcoltak, és most visszatérnek. Hogy gyerekként hurcolták el őket, ők még látták a dicsőséges templomot, ők még látták a dicsőséges, nem nagy, de dicsőséges várost, Jeruzsálemet, ők még látták a dicsőséges nagy nemzetet. És most visszatérnek, 70 év után, most pedig romokat látnak, semmit nem látnak. Milyen érzés lehetett, nem? Hogy, hogy visszajönnek, és nincs semmi, pedig milyen szép volt, milyen erős volt. Aztán vannak itt olyan, olyanok, akik, akiket elhurcoltak a fogságban, és elveszítettek ott a fogságban rokonokat, barátokat, mert mondjuk kivégezték őket, vagy már olyan öregek voltak, hogy meghaltak. És, és jönnek vissza egyedül ilyen sebekkel. Tehát látják azt, hogy a város romokban. Olvasni néhány könyvben azt, hogy a kapui elégtek, tehát nincsenek, nincsenek városkapuk, a falak le voltak rombolva, és nem állt, nem állt egyáltalán a, a, templom. Egyesek szerint tényleg a babiloniak nagyon jó munkát végeztek, tehát hogy így legyalulták az egészet. Gyakorlatilag, amit mi most itt olvasunk, hogy újjáépítés, az egy új, újnak az építése. Nem sok maradt nem sok maradt a régiből. És, és ugye látjuk azt majd, hogy hogy kik, kik a fejedelmek. Ugye erről már olvastunk a, a Hageus könyvében, és Józsua ugye a lelki, lelki vezető. És az a helyzet, hogy folyamatosan ellenállásba ütköznek. Tehát próbálják építeni a falakat, de folyamatosan ellenállásba ütköztek. A körülöttük lévő népek nem akarták, hogy az izraeliak visszaköltözzenek Jeruzsálembe. Nem akarták egyáltalán, ezért próbálták megállítani Isten munkáját mindenhogyan. Látod, hogy fenyegetéssel, fizikailag, mindenhogyan próbálták megállítani. Milyen érdekes ez, csak egy ilyen kis lábjegyzet ide, hogy amikor Isten népe a helyén van, az a gonosznak soha nem fog tetszeni. És ezt olyan jó, hogyha megtanuljuk, és nem megijedünk tőle, nem föladjuk, hogy amikor Isten népe, te, amikor egy olyan dolgot teszel, ami, amire Isten elhívott téged, azt nyilvánvalóan a gonosz meg fogja, megpróbálja megállítani, és nem válogat az eszközökbe. Ha nem megy neki kívülről, és nem tud megállítani úgy, akkor majd jön belülről. Jön valami barátodon, családtagodon keresztül, és megpróbálja ezt. Mert a gonosznak nem tetszik, amikor mi azt tesszük, ami, ami Istennek kedves. Ugyanezt látod itt is. Izrael visszajött, építik a várost, az imádat helyét, és a gonosz megpróbálja ezt lerontani. És ha már itt tartunk, és ezt a képet nézzük, Isten hív minket, mint gyülekezet is, hogy fontosnak tartsuk az imádatnak a helyét mint az épületet is. Ugye kicsit beszéltünk Ageus könyvében erről, de Isten fontosnak tartja, hogy, hogy fontosnak tartsuk itt bent a szívünkbe, szívünkbe is az imádatnak a helyét. Az Úr, az Úr várja, hogy ez el legyen ott nekik különítve, hogy ő legyen a legfontosabban az életünkbe. Na most, amikor te elhatározod azt, hogy ezt fontosnak fogod tartani, hogy fontosnak fogod tartani, egy össze, összejöjj Isten népével együtt dicsőíteni, imádkozni, hogy fontosnak tartod azt, hogy, hogy otthon meglegyen a belső szobád, ahol imádod az Urat. Ha te ezt elkezded csinálni, a gonosz meg fog próbálni megállítani mindenhogyan. És erre tudunk készülni, hogy nem meglepődjünk rajta, hanem nekem így azt mondta az Úr, hogy hogy Jani, tudod, hogy a gonosz támad, akkor legyél felnőtt. Legyél felnőtt, és menj tovább. Menj tovább. Ne állítson meg ez. Mert azt mondja az ige, hogy álljatok ellene az ördögnek, és ő elfut. Persze csak egy időre, mert Jézus mindig is csak egy időre hagyta. De, de, de azt mondja az ige, hogy ezt csináljuk, és akkor sikert fogunk elérni abban, hogy az imádat helye helyreálljon. Na és akkor ezekben az időkben olvassuk ezt, Zakariás első része, első, le, első vers. Darius második esztendejében, a nyolcadik hónapban szólt az úr Zakariáshoz, Berekiás fiához, aki iddó proféta fia mondva. És mielőtt belemennénk abba, hogy, hogy mit szólt Isten hozzá, itt találkozunk ugye az új figurával, Zakariással, és amit tudni kell róla, csak tényleg sok minden van, amit lehet tudni róla, de néhány dolgot elmondok. Hogy, hogy, ő pontosan egy időszakban dolgozik Haggeus profétával. Annyi az egész, hogy két hónappal később profétál, mint Haggeus. Tehát amikor, a prof, amikor Haggeus elmondta az első proféciáját, onnan két hónapra rá kezdte Zakariás az ő szolgálatát, és kezdett profétálni. Tehát ugyanabban a szituációban vagyunk, ugyanazok a körülmények, ugyanúgy a város még romokban áll, és, és ebben az időben fogja Zakariás ezeket a szavakat mondani. Nagyon érdekes, és szeretnének bátorítani arra benneteket, hogy otthon esetleg, nem most neki, olvassátok el Zakariásnak a könyvét. És utána olvassátok el Hageus könyvét újra. És hasonlítsátok össze a két, két személyiséget, hogy milyen. Nagyon érdekes nekem látni, hogy Hageus nagyon gyakorlatias. Emlékeztek rá? Azt mondta, nézzetek körül, Szerettetek volna sokat ö, megtakarítani, nem jött össze. Próbáltatok sokat aratni, nem volt. Nézzetek körül fizikailag, igaz? És aztán azt mondja nekik, na most, hogyha azt akarjátok, hogy rendben legyen az életetek, akkor menjetek és hordjatok fát. <laughs> Dolgozzatok, gyerünk. Ugye, Haggaius nagyon ilyen, hogy csináljátok, szükséges hogy nem, nem, mindig ima kell, hanem egyszerűen néha kell a kezed munkája. Gyerünk, építs, gyerünk! Ugye ez hageus, hogyha így nagyon kéne jellemeznem. De ha megnézed, megnézed, Zakariást, ő inkább a lelki dolgokra teszi a hangsúlyt, amikor, amikor profétál. Azt mondja, forduljon a szívetek Istenhez, majd ezt fogjuk olvasni. Ő, ő ebbe bátorít. És aztán azt mondja, Isten féltékeny szeretette szeret téged. Látod, két proféta máshogy bátorít. Aztán azt mondja, azt fogjuk látni, megtartja az ígéreteit Isten. Ő nem felejti el az ígéreteit. Két különböző proféta, két különböző karakter egy azon időben. A gyakorlatias és a misztikus, mert látni fogod azt, hogy Zakariás az könyvében olyan proféciák vannak, mint Dániel könyvében. Nagyon elég nehéz őket így megérteni jól, és ha már azt gondolom, hogy megértem, akkor se biztos, hogy azt jelenti. De akkor látod, Ageus az imádat helyének a fizikai helyreállításáról beszélt, hogy építsétek föl a templomot, Istennek a házát. Ha összehasonlított, Zakariás meg arra mutat rá, hogy az imádat helyének ezt a lelki helyreállítását végezzék majd el, és erről fogunk az ő könyvébe tanulni. Nagyon. <kül> ha, Isten, ha Isten embereinek bármilyen okból lerombolódott az élete, és lehet ez tényleg azért, mert rossz döntéseket hozott, el tudunk jutni elég romos állapotban, amikor rossz döntéseket hozunk. Bármi döntötte le, vagy lehet, hogy a félelem döntötte le az életedet, mert, mert félsz, hogy, hogy nem fog Isten gondoskodni, és abba is össze lehet rogyni. Vagy, vagy lehet, hogy tényleg elveszítettél valakit, egy barátot, szülőt, testvért. Tehát sok minden romba döntheti Isten emberének a, az életét, akkor, Haggeus és Zakariás könyve a két komponense annak, hogy hogyan tudod újraépíteni újra ezt. Hogy hogyan kezdjél bele, és hogy hogyan fog újra fölépülni ez az élet, az imádatnak a helye. Úgyhogy nagyon sokat tudunk tanulni ebből a, ebből a könyvből. Mert azt gondolom, hogy az életünk nem úgy van, hogy egyszer összetörünk, aztán kész. Nem, én azt látom, hogy török, épülök, török, épülök. Mármint, hogy igen, tehát összetörök, inkább úgy mondom, és fölépülök. <laughs> és azért jó, hogyha tanulunk ebből, hogy hogyan kell ezt jól csinálni. Itt a két komponens, és emlékezzetek vissza, hogy Jézus mit mondott annak a gyülekezetnek, aki a jelenések könyvébe egyébként, vagy azoknak, akik itt tanulmányozzák, Jelenések könyvében Jézus azt mondja, hogy ha elveszítetted az első szeretetedet, akkor mit kell csinálni? Azt mondja Jézus, hogy menj vissza az előző cselekedeteidhez. És ez nekem nagyon sokat szolgált, hogy Jézus nem azt mondja, hogy érezd magad úgy, mint régen érezted mert az lehetetlen, amikor össze van törve az ember, nem? Ha oda, oda mennék hozzád, és azt mondanám, hogy na, szedd már össze magad, nem volt ilyen még neked, hogy nagyon rosszul vagy, és valaki nagyon jó tanácsot akar mondani, és azt mondja, gyerünk, gyerünk, szedd már össze magad, az úr jó, érezd magad, jó, köszi. Nem? Tehát, hogy nem akarok ilyen tanácsot hallani, igaz? De olyan jó, hogy Jézus se ezt csinálja. Jézus azt mondja, emlékezzél meg, Gondolkozzál el, mi volt régen, amikor rendbe voltunk, amikor ott volt, a, ott volt a szenvedély a szívedbe Isten felé, és kezd el újra csinálni azokat a cselekedeteket. Na ez nekem már tetszik, mert nem kell jó éreznem magam hozzá. Egyszerűen csak át kell gondolnom, hogy mi volt régen, és tenni azokat a cselekedeteket. Emlékszem, hogy régen mennyire faltam a Bibliát akkor tedd újra azt. Emlékszem, hogy régen azért is imádkoztam, hogy késsen egy picit a busz, hogy, hogy elérjem. Milyen béna ez nem, de azért is imádkoztam, mert annyira fontos volt az ima. Jézus azt mondja, menjél vissza ezekhez a cselekedetekhez. Olyan jó, mintha Jézus azt mondaná, Haggeus, gyerünk, építsd a templomot készítsd a helyét az imádatnak fizikailag. Gyerünk! Ez nekem nagyon tetszik. Mert Haggaus könyve azt üzente nekünk, hogy készítsük elő ezt a helyet, és nem tudom, hogy mi ez a te életedben. Lehet, hogy az, hogy, hogy ki kell találni egy helyet, amikor tudsz imádkozni. Tudjátok, hogy talán már mondtam nektek, hogy Jézusnak se volt ideje soha imádkozni. Azért imádkozott éjszaka, mert nem volt ideje rá. Mert sokan mondják, hogy nincs időm imádkozni. De azt mondja Hageus, hogy kezdjük el fizikailag létrehozni azt a helyet, ahol, ahol fogjuk ezt csinálni. Döntsd el, neked mi a legjobb imádkozni? Nem mindenkinek a reggel, ugye? Tegye fel a kezét, aki reggel imádkozik. Azt, amilyen lelkiek vagytok. De látod, hogy nem mindenkinek reggel jó? Én ismerek olyan embereket, tíz óráig hiába van nyitva a szeme, beszélsz hozzá, és nem fogja föl. <laughs> Tényleg. Igaz? Ő neki nem az a legjobb idő az imára. Ő <laughs> neki keresni kell egy másikat, de tudod mit? Keresd meg te is. Fizikailag mi a legjobb hely, amikor te tudsz kommunikálni Istennel? Mi a legjobb hely ahhoz, hogy olvasd a Bibliádat, amikor tudod fogadni is, meg átgondolni. Ugye lehet, hogy ez nem a, nem a nap végén a legjobb, amikor már mindenki, mindenki a fejedre mászott, és eleged van mindenből, és már olyan koszosnak érzed magad, hogy ki se akarod nyitni a Bibliát, nem? Keresd a helyet. El, itt kezdődik el. És aztán Zakariás meg arról fog nekünk beszélni, hogy a lelki részét, helyre. Az első hat versben azt látod majd, és gyorsan fogunk egyébként haladni, hogy azt mondja az akariáson keresztül Isten, hogy figyelj, nem elég, hogy rendben van a fizikai templom, ha nincs rendben a szíved. A fizikai helyreállítás az nem fog egy lelki helyreállást hozni neked. Maximum farizeus leszel mert emlékeztek a farizeusok milyen emberek voltak, ugye? Őnekik nagyon fontos volt a templom, ő nagyon fontos volt a szép ruhák, de közben belül meg üresek voltak. A szívük az nem volt a helyén. Isten nem volt fontos nekik. A hely volt a fontos. Ha, ha csak Hageus könyve lenne, akkor azt gondolhatnánk tényleg, hogy Isten csak az épülettel törődik, nem? hogy Istennek a legfontosabb, hogy az imádat helye fizikailag álljon. De olyan jó, hogy ott van Zakariás, ami sokkal hosszabb, mint Haggeus, pontosan 12 résszel hosszabb, ami inkább arról beszél majd nekünk, hogy Istennek fontos az ember, az egyén, a te szíved, a te életed. Fontos neki, hogy az imádat helye fizikailag is legyen, de fontosabb, hogy az imádat helye a te szívedben rendben legyen. És Isten törődik velünk. Olyan jó ez. Ezt olvassuk a másodiktól a hatodik versig. Kövessétek velem, ha szeretnétek. Igen, megharagudott az úrati atyáitokra. Mondjad ezért nekik. Ezt mondja a seregek ura. Térjetek hozzám, szól a seregek ura, és hozzátok térek, mond a seregek ura. Ne legyetek olyanok, mint atyáitok, akikhez az előbbi proféták kiáltottak mondva. Ezt mondja a seregek ura, térjetek meg, kérlek, a ti gonosz utaitokról és a ti gonosz cselekedeteitekből, de nem hallgattak meg és nem figyeltek rám, szól az úr. Atyáitok, hol vannak ők? És, és a proféták örökké élnek-e? de az én beszédeim és végzéseim, amelyeket szolgáim a proféták által hirdettem, nem beteljesedtek a ti atyáitokon? És megtértek, és azt mondták, amint elhatározta a seregek, ura, hogy a, a seregek ura, hogy a mi utaink és cselekedeteink szerint bánik velünk, úgy bánt velünk. Ez egy figyelmeztetés és egy ígéret egyben, amit itt elolvastunk. És hogyha te is úgy vagy esetleg itt, hogy romokba heversz valamiért, és szeretnéd megtanulni, hogy hogyan kell ezt helyreállítani, akkor itt kezdődik el a szívnek a helyreállítása. Azt mondja, ne legyetek olyanok, mint a ti atyáitok voltak. Mert azokra haragudott Isten. És miért haragudott rájuk Isten? Az első az az, hogy nem hallgattak a profétákra. Nem hallgattak azokra, akiket Isten küldött nekik. Nem hallgattak rájuk, mert azt mondták, azt mondták a proféták, hogy térjetek meg. Nem hallgattak rájuk, mert azt mondták, hogy nem jó felé mész, kérlek, térjetek meg a gonosz útjaitokról. Sőt, azt is olvasjuk az Ószövetségben, hogy megölték a profétákat. Ha nem olyat profétáltak, ami nekik tetszett, akkor elküldték, hogy nem akarjuk hallani, amit mondani akarsz, mert nem azt mondod, ami nekem tetszik. Pedig Isten küldte. Akkor azt mondja, hogy az első dolog, hogy ne legyetek olyanok, mint az apáitok, akiknek küldtem figyelmeztetést, de nem hallgattak rám. Aztán a másik, milyenek voltak ezek az emberek, ők nem bánták a bűneiket és nem bánták meg a bűneiket. Ez két külön dolog. Ők nem bánták a bűneiket, sőt, azt olvassuk róluk, hogy, hogy élvezték, élvezték azt, amit csináltak, és gonoszak voltak, és talán éppen én beszéltem arról az igerészről, ami ami azt mondja, hogy úgy bántok a népemmel, hogy lenyúzzátok a csontjaikról a bőrt. Hogy ők nem bánták a, a bűneiket és nem bánták meg Isten előtt a bűneiket. Azt mondja tehát Isten, ne legyetek olyanok, mint, a, mint az atyáitok. Látod, hogy Isten elsősorban egy bűnbánatra hívja az önépét. Hogy gyertek, és legyetek bűnbánó nép. Ne legyetek olyanok, mint az apáitok voltak. Legyetek egy bűnbánó nép. Nagyon érdekes egyébként, hogy kiknek mondja ezt, és gyertek, gondolkozzunk egy picit, hogy milyen időben is járunk itt. Kiknek beszél itt a próféta? Gonosz rossz embereknek beszél itt? Nem, itt nem azoknak az apáknak beszél, akik miatt elvitte Isten a Babilonban népet. Nem az apáknak beszél, akik, akik miatt elpusztult Jeruzsálem. Nem, itt olyan embereknek beszél a próféta, akik szívükre vették az Isten munkáját, igaz? És néhány éve fogták magukat, és visszajöttek, hogy majd ők fölépítik a templomot, meg a várost újra. Olyan emberekhez beszélt, akikben megvolt a tűz, meg a szenvedély, hogy ezt csinálják. És nekik is kellett hallani. Mert az évek, az ellenség, a félelem megkeményítette őket. És Isten nagyon jól tudta, hogy ott abban a népbe, aki visszajött, hogy építsen, voltak, akik már elveszítették ezt a szívet az Isten munkája felé. És ezért azt mondja, na az a lelki újjáépítés ott kezdődik, hogy legyetek bűnbánóak. Hogy ne nézzetek a bűnre úgy, hogy áh, mindegy, és hogy bánjátok meg a bűneiteket Isten előtt. Én úgy látom, ahogy így járok az Úrral, hogy, hogy elveszíthetjük az odaszállásunkat, így Isten, Isten munkája felé nagyon-nagyon gyakran. Főleg ahogy körülnézek a világba, és egyre keményebb a nyomás, egyre nehezebb, elveszíthetjük a, a, a vágyunkat, meg ezt a szenvedélyünket az miatt, hogy megkeseredünk Istenre a sok támadás miatt, ami körülöttünk van meg betegség, meg minden miatt. Az ember hajlamos körülnézni, és így, így, így megkeseredni, és elveszik az a szív. Vagy hajlamosak vagyunk föladni a fáradtság miatt. Én nem is tudom elmondani nektek, hogy hányszor nézek körbe, és mondom azt, hogy Uram, olyan sok az aratnivaló, de hol vannak az aratók? Csak gondolkozz el! úgy imádkozom, hogy vannak városok, ahova szeretnék embereket küldeni, szeretnénk, hogy menjetek. És így hol, hol van? És néha elfáradunk, lehet, hogy te is így vagy, hogy még, még mit vegyek még a kezembe, még hány kezem legyen még, hogy még azt is csináljam, meg azt is. És az ember így elfárad a szolgálatban, nem? Most ez, ebben semmi baj nincs. Elfáradunk, és ez is eredményezheti azt, hogy elveszítjük a szenvedélyünket. Isten felé. Hogy én megfáradunk, mert a munka nehéz. Tényleg. De, de olyan, jó, hogy, olyan jó, hogy itt van ez, a, itt van ez az ígéret, amit olvastunk. Azt mondja, forduljatok hozzám. Nem tudom, a te, te fordításodban mit mond, hogy térjetek hozzám, de, de arról beszél itt Isten, hogy forduljatok hozzám, és én hozzátok fogok fordulni. Itt ez egy ígéret. Ez olyan jó ez az ígéret. De mégis annyira érdekes is. Van néhány igevers, amit felolvasok nektek. Először a Jeremiás 29-ből, 10-től 14-ig. Mert ezt mondja az Úr, mihelyt letelik a Babilonban, Babilonban, a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és, megtöltöm, és betöltöm rajtatok az én jó szavamat, hogy visszahozlak titeket e helyre. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak a gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Isten jót akar velünk. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És, meg, és megtaláltok.